Kisebbek és nagyobbak óvodáskorú gyermekek érkeztek a szénatéri tagkönyvtárba, hogy még egy kicsit farsangoljanak. A családi farsangi foglalkozás felkeltette a szülők figyelmét, ezért vitték el Csebetéket a programra. 3 éves a kislányom, és hát ide szoktunk járni könyvtárba általában, és mindig nézzük, hogy milyen gyermekprogramok vannak, amikre el lehet jönni. És így láttuk meg, hogy most van ez a farsangi program, úgyhogy eljöttünk megnézni, hogy milyen. A gyermekek interaktívan ismerkedhettek meg a farsangi szokásokkal, jellegzetességekkel, válaszokat adhattak a kérdésekre, elmondhatták, mi mindent tudnak a vízkeresztől húshagyók eddig tartó időszakról, sőt azt is megoszthatták, minek öltöztek be a jelmezbálon. 2 mesével is készültem a gyerekeknek. Az egyik mese a farsangi népi hagyományainkról szól, amellett, hogy mesét hallgathatnak a gyerekek, fontos, hogy megtudják, hogy mik voltak régen faluhelyen a szokások, ki is az a drótostót, mi az rezesbanda, milyen a szalagos fánk hagyománya, úgyhogy igazából a farsang a témánk, és a mese után készültem még farsangi dalokkal, a gyerekek választhatnak hangszereket, úgyhogy mi is elűzzük itt a teret a könyvtárban. Sétálgat még falutánban, ha király lány lehetni. A kicsik mind választottak egy-egy hangszert, hogy aztán rázva, hangosan csörgetve, énekelve előzzék a telet. Jön a tigris, jön a tigris, nála erősebb, mint.